Óbecse község képviselőtestületének tanácsnokai megszavazták a költségvetés harmadik módosítását. E dokumentum elfogadása vita nélkül történt. A módosítás magyarázatában feltüntették, hogy az azért történt, hogy a költségvetésbe beépítsék a magasabb kormányzati szintekről kapott forrásokat, mégpedig a kertes falusi házak kiutalási programjára 18,1 millió dinárt. Továbbá 26,8 millió dinárt az Óbecsei kút építésére, valamint 12,8 millió dinárt a Labutpejovics iskoláskor előtti intézmény fizetés alapjának növekedésére, új oktatási nevelési csoportok megnyitásának számlájára. Hogy miért van szükség költségvetés módosításra, általában is azért, hisz egyrészről érkeznek pénzeszközök, magasabb kormányzati szintekről, tartomány és köztársasági szintekről. Ez ebben az esetben is igaz, a másik fő ok pedig ugye látjuk, hogy az energiaárak nőnek folyamatosan, ez nem csak a polgárokat sújtja, hanem az önkormányzatot is, és az önkormányzat által alapított intézményeket is. Elmondható, hogy pozitív a mérlegünk, az önkormányzat, illetve az önkormányzat által alapított és fenntartott intézmények jól működnek, óvatosabbak kell lennünk, ezt most megtettük ezzel a költségvetés módosítással, megtettük a szükséges kisebb-nagyobb kiigazításokat, mindeközben folyik a fölkészülés, illetve folyik az összeállítása 2023-as költségvetésnek. Ezt december 20-a előtt mindenképpen el fogjuk fogadni. Erről annyit tudok mondani, hogy azok az információk, amik alapján most terveztük a költségvetés módosítást, azok a költségvetés összeállításánál, a jövő évi költségvetés összeállításánál már rendelkezésünkre állt. Tehát ezek az energiaárak, a spórolás, tehát az energiafelhasználásnak a csökkentés az intézményeinkben, ezek mind-mind szerepelnek, tehát óvatos optimista költségvetés készül, de a lényeg az, hogy az önkormányzat ilyen szempontból teljesen biztos lábakon áll. Kis bejelentette, hogy az év végéig a helyi parlament dönt az újabb módosításról, a képviselőtestület pedig december 20-áig fogadja el a 2023-as költségvetést. A tanácsnokok elfogadták a hallgatói ösztöndíjakról szóló határozat módosítását is, amelyet Tóth Ferenc, az Óbecsei Önkormányzati Elnöki Kabinet demográfiai és népesedés politikáért felelős tagja kezdeményezett. A változások arra vonatkoznak, hogy az ösztöndíjpályázat meghirdetésekor külön pályázatot hirdetnek a fogyatékossággal élő tanulók számára, enyhített kritériumokkal. A fogyatékkal élő egyetemi hallgatóknak a standard tanulói egyetemi költségeik mellett külön kiadásaik is vannak, például személyi asszisztenseik, így a szülők nem egy egyetemistát finanszíroznak, hanem valójában kettőt, az egyetemi hallgató fiúkat vagy lányukat és a személyi asszisztenst is. Emiatt tehát kétszeres kiadásaik vannak. Reménykedem abban, hogy önök megszavazzák ezt az intézkedést, mert ezáltal közvetlenül segíteni tudunk ezeknek az egyetemistáknak, hogy normális körülményeket biztosíthassunk tanulmányaik elvégzéséhez és oktatásukhoz. A helyi parlament 4 évre újra kinevezte Zorán Grbicset az Óbecsei Vodokánál közvállalati gazgatói posztjára. Szintén a Gyorgyepredin Bádzsa Ifjúsági Sport és Kulturális Tevékenységek Intézménye részben módosította a nevét, mert a Tartományi Kulturális Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság elrendelte a kulturális szó elhagyását a névből. Az Óbecsei Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola megnyitotta a Szöteröddinár nevű virtuális boltot azzal a céllal, hogy a diákoknak a kereskedő oktatási profilt a lehető legmagasabb színvonalú gyakorlati oktatással és elméleti tudásra építve biztosítsák. Egy kereskedelmi kabinetről van szó, amely egy üzletben végzett munkát szimulál,
ahol a gyakorlati órák 75%-át a diákok végzik. A hatályos jogszabályok szerint ugyanis a tanulóknak a gyakorlati képzést egy munkáltatónál kell végrehajtaniuk. Nálunk sok kis kereskedés működik, és az ilyen jellegű együttműködés iránt a tulajdonosok és munkáltatók érdeklődése relatív csekély. Mi pedig már 30 éve kereskedőket képzünk. Tanulóink a gyakorlati oktatást a kereskedésekben realizálták. Viszont ezekben az üzletekben nem megfelelően képzett foglalkoztatottak dolgoznak. Mi arra törekszünk, hogy minél magasabb szintre emeljük a kereskedők képzését, annak érdekében, hogy Óbecsén és környékén is ismertté váljanak a mi kereskedőink. A virtuális áruház IKT berendezéseit az Óbecsei Trend elektronikai szerviz adományozta. Az Entai Szenta Promet AD cég pedig a felszerelést és a segédeszközöket biztosított. Nagyon tetszett nekünk Kovácsev igazgatóasszony ötlete, hogy felszereljen egy ilyen speciális boltot a kereskedők gyakorlati képzésére. Hisszük azt, hogy az ilyenfajta gyakorlati képzés minőségileg is megemeli a gyakorlati képzés szintjét. Szerettük volna támogatni ezt az ötletet és segíteni a megvalósításában. Két tipikus munkahely felszerelését adományoztuk. Az egyik a klasszikus fiszkális pénztárgép a hozzá kapcsolódó felszereléssel, bárkódolvasóval, amely megkönnyíti és felgyorsítja az eladást. A másik pedig egy speciális az árukészlet követésére szolgáló üzleti program korszerű funkciókkal. A diákok fogyasztóvédelmi képzést is kapnak. Ez a képzés arra fog vonatkozni, hogy hogyan kell a fogyasztókat megvédeni. Átlagban ugyanis mindannyian fogyasztók vagyunk, mert mindenki vásárol, ki élelmiszert, ki ruhaneműt, úgyhogy a fogyasztóvédelem mindannyiunkat érinti. A gyerekek látnak bizonyos hibákat az üzletekben, itt viszont konkrétan is megpróbálnak megtanulni valamit. A legfontosabb, hogy legyen empátiájuk a vásárlók felé, és legyenek képzettek a munkájukban. Mindannyiuknak sok sikert kívánok, és még több megértést az emberek felé, hiszen emberekkel dolgozni a legnehezebb. Ebben a kabinetben a leendő kereskedők ismereteket szerezhetnek egy klasszikus és önkiszolgáló üzlet üzletmenetéről, a leltározásról, számításokról, nivelációról, valamint egyéb szakma szempontjából fontos részletekről. Ez számomra, de azt gondolom, hogy mindannyiunk számára sokat fog segíteni, hogy mindent megtanuljunk a kereskedelemről, hogy hogyan kell ebben a szakmában dolgozni, hogy hogyan kell az emberekkel bánni. És remélem, hogy mindannyiunknak sikerül majd elsajátítani mindezt. A munkatechnológiában jártas tanulók minőségi képzése, kompetenciáinak emelése megkönnyíti és gyorsabbá teszi az iskola elvégzése utáni elhelyezkedést, egyben lerövidíti a munkába állás folyamatát. Az első kétnapos Happy Days Fesztivál a Happy Days és Óbecse községi fiúsági irodájának szervezésében számos művészt és zenészt gyűjtött egybe Óbecséről és Vajdaságból. A projekt célja, hogy városunkban elindítsa a művészi kreativitás fesztiválját, és ezáltal közös kulturális tevékenységekkel kapcsoljon össze minden nemzetiségű fiatalt. A cél az, hogy bemutassunk minél több óbecsei és környékbeli művészt, hogy polgártársaink megismerhessék alkotásaikat, ők maguk pedig pozitív megerősítést kapjanak. Ez szerintem remek alkalom a számukra is. Mi szeretnénk a jövőben kibővíteni ezt a fesztivált. Pályázatot szeretnénk kiírni a művészek és elsősorban a fiatal zenészek számára, lehetőséget adva nekik a megerősítésre. A fesztivál látogatói megtekinthették a különböző művészeti ágak kiállítási és árusító standjait. A szuvenírjaimmal és ékszereimmel mutatkozom be, illetve képekkel, amelyek újdonságnak számítanak, hiszen eddig ilyenek nem voltak. Ezek agyagból készültek, gipszben. Ezen kívül díszes mágneseim is vannak. Örülök, hogy itt lehetek, kellemes a légkör és jó a társaság, és ez valami új és fiatalos, hiszen mi is örök fiatalok vagyunk. Igen, ez így van.
Mivel ez egy zenei fesztivál is, és én kedvelője vagyok bizonyos zenének, ezért olyan festményeket hoztam most ide, amelyek más bolygók és dimenziók lényeit ábrázolják. A kékes-zöld színek a kedvenceim, ami számomra a szabadságot szimbolizálja. Kezdetben akcióhősök figuráit gyűjtöttem, amelyek nem játékra valók, hanem gyűjteménybe. Mivel művész vagyok, felfedeztem egy egész jelenetet, amelyben az emberek kitalálnak, illetve átalakítanak bizonyos filmbeli vagy sorozatbeli hősöket, és ezeket megformázzák. Nekem ezek nagyon megtetszettek, és elkezdtem gyűjteni őket. Ez már 2015 óta tart. Készítem, és el is adom őket a gyűjtőknek. Majdnem minden motívum megtalálható a képeimen. Látható itt naív festészet, portrék, tájképek. Még mindig nem döntöttem el, hogy melyik a kedvenc motívumom, amit festek. Ezért mindent festek. Akril technikával dolgozom, sperlemezre és vászonra. A fesztivált Divna Forest újvidéki harmonika művész nyitotta meg. Ebből az alkalomból több kompozíciót adott elő a film folk punk műfajból. Művész nevemen szerepelek, a Divna Forest valójában a saját és mindannyiunk csodálatos oldalát képviseli, erdő formájában. Mindenkinek van egy saját szigete, így mi ma itt a boldog napokat és a boldog pillanatokat ünnepeljük. Véleményem szerint felemelő barátkozni a művészekkel, és ami a legfontosabb, óbecsét ma nagyszámú, különböző műfajt játszó zenészek díszítik. Számomra pedig külön öröm, hogy én fogom megnyitni ezt a fesztivált. A Happy Days Fesztivál humanitárius jellegű is volt, így az elkövetkező napokban dől el, hogy az Óbecse Községi Fiúsági Irodájának standjánál összegyűjtött önkéntes adományból begyűjtött pénzeszközt kinek adományozzák. Nagy öröm számunkra, hogy társszervezői lehetünk egy ilyen fesztiválnak. Csodálatos az, ami elénk tárul ezen a helyen, hiszen rengeteg gyönyörű alkotás van kiállítva, amit polgártársaink megvásárolhatnak, és ezáltal részt vehetnek abban a jótékonysági akcióban, amit a fesztivál keretében szerveztünk. Sok önkéntesünk segít a munkában, ők ott lesznek az ifjúsági iroda standján, és ők gyűjtik majd össze a pénzt, és motiválják az embereket, hogy adományozzanak, hiszen nincs is ennél szebb tevékenység, mint amikor a művészek kiállításai és a zenészek, DJ-k előadásai mellett adományozhatunk. A színházi klubban pedig közösen fogjuk élvezni a műsort, amit a munkatársaink elkészítettek. Az elektronikus zenekedvelői élvezhették az óbecsei és környékbeli minőségi DJ-k fellépését. Óbecse Községi Fiúsági Irodája megünnepelte a klímaváltozás elleni küzdelem nemzetközi napját. Ebből az alkalomból egy edukatív diákkirándulást szerveztek, melyen a tanulóknak lehetőségük volt a saját városukban megismerkedni a víztermelés és tisztítás, valamint a hulladékkezelés különböző folyamataival. Óbecse Községi Fiúsági Irodája a község környezetvédelmi részlegével együttműködve idén is megszervezte a már hagyományos edukatív kirándulást, melyen a fiataloknak lehetőségük volt valami olyat látni, amely nagy hatással van a helyi közösségünkre, és amit a többi polgártársainknak nincs lehetősége látni. Elvittük őket vízgyár látogatásra, a Tiszamente hulladéklerakójába, valamint a víztisztítóhoz és az újrahasznosító részlegbe. A fiatalok kapnak ma egy jelképes ajándékot is. Örülünk annak, hogy nagy számú fiatal jelentkezett erre a kirándulásra, és hogy első kézből tájékozódhattak fontos információkról, amelyek jelentősek úgy rájuk, mint a környezetünkre nézve. A programot általános és középiskolásoknak szánták, amelyen mintegy 20 diák vett részt. Elég izgalmas és érdekes ez a folyamat, és nem is jelentkeztem volna, ha az ifjúsági irodából nem szóltak volna, hogy meg kellene nézni, hogy mi mindenünk van itt Óbecsén.
Nem bántam meg, hogy eljöttem, mert nagyon érdekes. Ezzel bővíthetjük tudásunkat és felfogásunkat. Azt gondolom, hogy ez szép, és hogy tudnunk kell, hogy mi történik városunkban, és hogy hogyan működik ez az egész. Szerintem van olyan is, aki nem is tudja, hogy mindez itt található a mi kis városunkban. Azért jöttem, hogy valami újat megtanuljak, és mivel az ifjúsági iroda ajánlotta, ezért jöttem el. Úgy gondolom, hogy mindenkinek tudnia kéne, hogy mivel rendelkezik a mi kis városunk. Évek óta folyik ez a fajta oktatás, melynek célja, hogy a fiatalok megismerhessék az ökológiai témákat és az újrahasznosítás alapelveit, mint a környezet megóvásának egyik legfontosabb tényezőjét. Szetyenyei Ljubavia címe Alekszandár Tokovics könyvének, melynek bemutatóját Óbecse községi ifjúsági irodájában tartották meg, az Óbecsei Pero Amatera Irodalmi Művészeti Klub szervezésében. Alekszandár Tokovics elsősorban zenész és énekes dalszerző, aki ezzel az önéletrajzi művel pályafutásának fontos jubileumát, vagyis első albuma 2001-es megjelenése óta eltelt időszakot jegyzi, bár a könyv az azt megelőző időszakot is felöleli. Rengeteg jó benyomás ért Óbecsén ebben a csodálatos hangulatban költők és művészek között. A Szetyenyei Ljubavit című könyv, amely a munkám eredményének gyümölcse, a barátom javaslatára született meg, amely a költeményeimet és történeteimet tartalmazza, kiváló illusztrációkkal, több mint 100 képpel. A történetek az életemről szólnak, ismert személyiségekkel való találkozásaimról, mint például Bóra Csorba, Gyorgye Marjanovics vagy Sinisa Pavic. Továbbá néhány szervezetről és egyesületről. Bejártam az egész régiót, Kotort, Hercegnovit, Visegrádot, Mitrovácot, Versecet, Zombort, Topolyát, Jagodinát, Metyevnikot és így tovább. Most Óbecsén vagyok, barátaim a Pero Amatera Irodalmi Művészeti Klub meghívására. Az együttműködésünk tavaly kezdődött, mi azonban látásból már ismerjük egymást, mint egy 15 éve. Tavaly hallottunk erről az ópuszról, amelyet ez a művész birtokol, aki már 40 éve az egész régió művészeti színpadán tevékenykedik. Mi tervezzük továbbra is követni a munkáját, és szeretnénk bevonni őt a mi aktivitásainkba, meghívni a mi könyv bemutatójainkra, mivel ő igen látványos, zenés fellépéseket szokott szervezni, tehát ilyen szempontból széles körű közönséget érint. Célunk az, hogy egy ilyen ember tagja legyen az Óbecsei Pero Amatera Irodalmi Művészeti Klubnak. A könyv bemutató keretében a szerző több dalát énekelte, Jaszna Vászics prim tamburás kíséretében, Iván Lescsesen kulai énekes dalszerző és Gávró Veszelinovics költő is vendég volt. A Pero Amatera Irodalmi Művészeti Klub egyébként egy gyűjteményt tervez kiadni évvégén, aktív tagjaink idén született munkáiból. A gyűjtemény a jövő hónapban kerül nyomtatásra, és ez lesz a sorrendben negyedik kötetünk. Ezután évi közgyűlést fogunk tartani, majd pedig egy általános pályázatot hirdetünk meg, amely az egész Szerbiára vonatkozik majd, és szélesebb körben is. A Becsei 1918 ifjúsági futballklub a Szerb Vajdasági Liga 13. fordulójában 1-0-ás győzelmet aratott az újvidéki Kábel játékosaival szemben. A mérkőzésen végig a vendégek voltak nagyobb játékfölényben, míg a hazaiak alakítottak ki több helyzetet és több esélyük is volt. Azonban a végsőkig kiegyenlített és kemény küzdelemmel az óbecseieknek a hosszabbításban sikerült megszerezniük a 3 pontot, ami által 22 ponttal az 5. helyre kerültek a tabellán. A hosszabbításban Nenad Kudrić volt a gólszerző. Mint ahogyan számítottunk is rá, egy nagyon nehéz mérkőzés volt. Tudtuk jól, hogy a Kábel csapata minőséges, de úgy gondolom, hogy megérdemelten győztünk, a bemutatott játéknak köszönhetően, ami azután be is igazolódott. Türelmesek voltunk és megvártuk az esélyt, bár korábban is eldönthettük volna ezt a mérkőzést. Így azonban még édesebb a győzelem, elégedettek vagyunk.
Elmondhatom, hogy a múlt héten a sajkás elleni megszerzett pontokkal is meg vagyunk elégedve, de azt hiszem, hogy azon a meccsen jobb ellenfélnek bizonyultunk, csak nem volt szerencsénk, amit most ezen a meccsen visszakaptunk, és a hosszabbításban megérdemelten győztünk. Elégedett vagyok az első és a második félidő játékával is. A játékos cserék hozzájárultak ahhoz, hogy jobbá tegyük a játékunkat, és megszerezzük azt az értékes 3 pontot. Az utolsó 2 fordulóban a Becsei csapata Adorjánba utazik, ahol a fiúkat Tisza csapatával mérik össze erejüket. Majd a félszezon utolsó fordulójában Őrszállás csapatát látják vendégül. Célunk az, hogy az előttünk álló 2 fordulóban mind a 6 pontot megnyerjük. Remélem, hogy sikerül ezt megvalósítanunk. A Bácsföldvári Vojvodina Futballklub a Szeverbajdasági Liga 13. fordulója után 10. vereségét is elkönyvelte. Ezúttal a verbásziak voltak jobbak, 1-3-as eredménnyel. Bár a házigazdák vezettek 1-0-ra, és ezzel az eredménnyel zárták a meccs első részét, a Verbász csapatának a második félidőben sikerült kiegyenlíteni, sőt 1-3-ra vezetésbe is lendülni, és a Gyorgye Tapavica Gyója Sportközpont pályájáról elvinni a 3 pontot. A Vojvodina csapatának gólszerzője Szávkov volt, míg a Vrbász ifjúsági futballklub gólszerző listájára Krajinovic iratkozott fel 1-szer, Vicskei pedig 2-szer. Először is gratulálok a Vrbász csapatának a győzelemhez. Mi minden tőlünk telhetőt elkövettünk, de mint kiderült, ez ma nem volt elég. 1-0-ra vezettünk, és az első félidőt ezzel az eredménnyel zártuk. A második félidőben viszont a verbásziak 3 gólt lőttek. A forduló végén a Vojvodina 9 ponttal a 15. helyet foglalja el a tabellán, és előttük áll még ebben a félszezonban egy zentai vendégszereplés, valamint az utolsó forduló, amikor hazai pályán az ókéri Obilić csapatával mérkőznek meg. Megpróbálunk pontokat szerezni ezeken a meccseken, mert ez sokat fog jelenteni számunkra a második félszezon folytatásában. Muszáj lesz pontokat gyűjteni, mert ettől függ a ligában maradásunk. Gratulálok a csapatomnak a mai hozzáállásukhoz és küzdelmükhöz, és bár mindent beleadtak, ez mégsem volt elegendő.